A Vürcádám iskola újra egy olyan kezdeményezés mögé állt, amely a gyerekek környezet tudatosságát hivatott erősíteni. Ezúttal a Sulizsák program Göncölj a Földdel alcímmel meghirdetett kezdeményezést hozták az iskola falai közé. A Diák Önkormányzatnak a vállalása ez. Van egy kiemelt szempontja az iskolának, hogy szeretnénk ökoiskola lenni a jövőben, szeretnénk ezt a címet megszerezni, és hát ebben a, a projektben az újrahasznosítás, az újrafelhasználás egy nagyon fontos, kiemelt feladat, és ennek keretében vállaltuk mi is ezt föl a diákokkal. Karácsony előtt elkezdtük már a gyűjtést, illetve hát a, a felhívást kiküldtük. Ebben a sulizsák programban küldtek nekünk plakátokat, amiket a szülőknek és a gyerekeknek is kiadtunk, és ezen ugye fel van sorolva, hogy mi mindent lehet gyűjteni ebben a programban. Tehát női-férfi gyerekruhákat, lehet cipőket, táskákat, sálakat nem függönyöket lehet gyűjteni, ami jó állapotú. Tehát ez nagyon fontos kihangsúlyozni, hogy jó állapotú legyen, mert utána ezek a ruhák textilválogató üzembe kerülnek, ahol át fogják őket válogatni, az szerint, hogy mire, hogyan lehet használni őket, és a nagy részük bálázva aztán külföldre fog kerülni, és újra hasznosítják, tehát újra felhasználás a legfontosabb szempont, nekünk is ez volt a legfontosabb szempontunk, és tényleg csak azok a ruhák, amik, amik nagyon elhasználtak már, vagy azok a cipők, egyebek, azok kerülnek aztán géprónyként, vagy egyéb ilyen helyekre felhasználásra. Tehát nagyon reméljük mi is, hogy a legtöbb ruha az, az újra kerül. A január 23-áig tartó akcióhoz a gyerekek zsákot igényelhetnek az iskolában, amelybe a jó állapotú ruhaneműt és lakástextilt csomagolhatják. A Vürcádám Ádám általános iskola diák önkormányzatának eddigi munkája során is fontos volt az újrahasznosítás népszerűsítése. Az elmúlt években számos olyan projekthez csatlakoztak, amely erre hívta fel a figyelmet. Tavalyi évben elemeket és telefonokat használt telefonokat gyűjtöttünk, nagyon sokat, és ebben kiemelkedő eredményt is értünk el, mert a megyében a telefon, illetve a, az elemgyűjtésben is első helyen ö, szerepeltünk, úgyhogy ezért is kapott a Diák Önkormányzat ö, pénzt, jutalmat, pénzjutalmat. Most is pénzbeli jutalmazás lesz itt ennél a, a ruhagyűjtésnél. A diák önkormányzat kapja a pénzt, de az alapítványunkhoz kerül konkrétan, és ott pedig majd a diákoknak a programjaira szeretnénk felhasználni. A diák önkormányzatnak a gyűlésein is, ami minden hónap elején van, ezt mi, erről mi mindig beszélünk. Ugye a tavalyi kampány utóhatásaként kikerültek a folyosókra a szelektív gyűjtő kukák. Ezekről is állandóan beszélünk, hogy a gyerekek úgy próbálják meg szelektíven gyűjteni a kukákba a hulladékot. A diákügyeletesnek is külön feladatuk ez, hogy ők figyeljenek arra, hogy a diákok oda tegyék, ahova kell ezeket a, a szemeteket. És hát továbbra is szeretnénk majd az elemgyűjtésbe is csatlakozni a másik programmal, Úgyhogy továbbra is De nem csak a diák önkormányzatnak a gyűlésein van erről szó, hanem természetesen az adott órán, tehát a tantárgyakba beillesztve is, akár biológiából, akár technikából, tehát bárhol, ahol tantárgyba illeszthető, a kollégák foglalkoznak vele. Sőt, már negyedik osztálytól van egy munkafüzetük a gyerekeknek, amit hamarosan meg is fognak kapni, és ebben ez is anyag, tehát erre is fölkészítjük őket, és évvégén erről nekik egy kis online beszámoló is van, tehát már ideje korán már alsó tagozatban elkezdjük őket erre hangolni. A Vürzádám általános iskola kiemelt feladatának tartja a környezetünk védelmét, az újrahasznosítást és ezek népszerűsítését a diákok körében.